Köszöntöm Önöket, kedves nézőink! A Szentes Televízió keddi műsorát látják. Ma a játékfelhívással kezdődik napi aktuál rovatunk, majd egy beszélgetést hallhatnak dr. Gyovai Gabriella szülésznőgyógyász szakorvossal. Végül a Tóth József Színház és Vigadó gyermekbérletes előadásával zárjuk rovatunkat. Kedd lévén sportos témákkal folytatódik adásunk, hiszen a sportmagazinban lesz megye első osztályú foci, mezei futóverseny és szenior úszóknak rendezett sprintverseny összefoglalóját is megtekintetik. Nincs más dolguk, csak hátradőlni a karosszékben és egy kellemes órát velünk tölteni. Ehhez kívánok kollégáim nevében is nagyon jó szórakozást, és köszönjük, hogy bennünket választanak. A Szentes Televízió napi aktuál rovata következik. A közelünkben történt események rövid összefoglalóját láthatják a következő témákban. Nyereményjátékot indítunk a Tóth József Színház és Vigadó előadásaira, ezúttal a Jövőre veled itt 2 című darabra nyerhetnek páros belépőjegyet. Hogyan lehet a Covid mellett családtervezésben gondolkodni? Dr. Gyovai Gabriella szülésznőgyógyász szakorvos válaszolt a kérdésre. Árd Jélus Királyfi történetével indult a színházi évad a legkisebbeknek a Tóth József Színház és Vigadóban. Lássuk a témákat részletesen. A Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház vendégjátékára nyerhetnek páros belépőt a Tóth József Színház és Vigadó október 25-i hétfői vígjátékára, Bernard Szléd Jövőre veled, itt 2 előadására. Mit is kell ehhez tenniük? Keressék fel a Szentes Televízió Facebook oldalát, és megtudják a részleteket, valamint játszanak velünk. Egy igazi romantikus vígjáték kerül hétfőn bemutatásra a Tóth József Színház és Vigadóban. Szojka Szintia művészeti vezetőt köszöntöm, akinek lesz egy meglepetése. Mit kell tudnunk a darabról? A Jövőre veled itt 2 című előadása lesz a Katona József Nemzeti Színháznak és a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színháznak. Danyi Judit és Hegedűs Zoltán játszák 2 szereplős darabot Szerednyei Béla rendezésében. Nem kell megijedni, hogy 2-es szám van a címben, mert ez egy történet folytatása, de teljesen önálló sztoriként működik. Ez a pár 25 éve találkozgat évente egyszer titokban, és az ő kapcsolatukról szól a történet, hogy miért is nem kötötték össze, ha már 25 éve találkozgatnak, és viszonyuk van úgy, hogy egyébként mind a kettőjüknek saját családja van otthon, hogy akkor miért nem választották egymást, hogy mi ennek az oka, illetve hogy még, hogyha meg nem egymást választották, akkor mi köti őket mégis össze, hogy találkozniuk kell. És ez egy humoros, lélekemelő történet, úgyhogy érdemes megnézni. És nézzük akkor a felajánlást, hiszen játszhatnak velünk a nézőink. Igen, egy páros belépőt szeretnénk felajánlani. Meg kell osztani majd ezt a posztunkat, de akkor tekintsünk ki egy kicsit a következő hétre is, hiszen a Békés Csabai Jókai Színház szervezésében is jön egy fergeteges darab. Igen, egy Broadway musical, a Sweet Charity című előadás. Ez egyébként a bérlet produkcióknak a második előadása lesz. Hatalmas musical, élőzenével, zenekarral, érdemes ezt is megnézni. Egy fiatal lányról szól, aki keresi az ő útját, a szerelmét, a kiteljesedést, és próbálkozik előre jutni. És aztán hol sikerül, hol nem. Hogy segíti őt, illetve hát, hogy milyen módon befolyásolja őt a saját környezete, erről egy picit. Tehát én egyébként ezt a darabot főleg fiataloknak ajánlom, akik ismerkednek a musicalek világával, mert úgy vettem észre, hogy az ő ízlésüknek a legmegfelelőbb, ugye táncos, tehát hatalmas tábja van egyébként, hát Broadway musicalről beszélünk, hatalmas táb, hatalmas díszlet, tehát egy nagyon nagy előadásról beszélünk. Egyébként most a Tóth József Színháznak ez lesz az első ilyen hatalmas előadás, úgyhogy megnézzük, hogy működik ilyen térben. Az első alkalommal lesz használva egy előadás közben a zenekari árok is? Nem, ez már a második alkalom lesz. Az előző alkalom volt egy zárt körű előadásunk, a Lili Bárónő, amit megvásárolt egy szervezet. Egyébként erre van lehetőség. Ezt ezért is meséltem el, tehát most a második alkalom lesz. Viszont egy lényegesen nagyobb zenekar, tehát egy 14 fős zenekar fog most érkezni, úgyhogy kíváncsian várjuk, hogy fog működni. Pörög itt az élet, ugye csoportok is, idegenvezetés is történik. Hol tudunk tájékozódni, milyen felületeken?
a www.tothjozsefsinhaz.hu oldalán mindenképp, ez mindig napra kész, illetve a Facebook oldalunk is működik, és próbálunk minél több érdekességet megosztani a színházról, a működésünkről, akár a tárlatvezetésekről is, a leendő előadásainkról. Már készül a novemberi műsor is, tehát hamarosan ezt is közzétesszük, és igyekszünk felzárkózni, és egyre távolabbi pontokba tekinteni, hogy minél hamarabb lássák a nézőink, hogy milyen előadásokkal készülünk, mi az, amire jegyet lehet majd vásárolni. Érdemes tehát követni és figyelni. Köszönjük szépen a felajánlást is. És köszönöm. A koronavírus fertőzése, a főbb tünetek megszűnése és a pozitív tesztek után is többeknek elhúzódó szövődményeket, maradandó károsodásokat, állapotokat okozhat. Hajhullás, vérnyomás ingadozás vagy akár rendellenes vérzés is jelentkezhet. Most azoknak szeretnénk kedvezni, akik babatervezés előtt állnak vagy már várandósak. Hogyan lehet a COVID mellett családtervezésben gondolkodni? Dr. Gyóvai Gabriella szülésznőgyógyász szakorvos válaszol a kérdésekre. A már ismert tünetek, szövődmények mellett akár nőgyógyászati problémák is jelentkezhetnek a hölgyeknél COVID-fertőzés következtében. Ez így van. Igazából a legelején nem tudtuk ezt. Nem tudtuk, hogy mire számítsunk, és ahogy haladt előre az idő, valóban egyre többen jelentkeztek rosszkor jött vérzéssel, összezavarodott menstruációval, és igazából legtöbbször valóban az oltást lehetett felelőssé tenni, vagy pedig magát a COVID-fertőzést. Hogy milyen mechanizmussal okozza ezt a megzavarodott ritmust, ezt igazán nem tudjuk, de valójában bármelyik stressz ezt létre tudja hozni, akár lelki, akár testi természetű. Az biztos, hogy miután minden egyéb okot kizártunk, azért nagyon sokszor maga a fertőzés vagy az oltás az, amit felelőssé tehetünk. Tulajdonképpen gondot nem okoz, csak hát ki kell vizsgálni ezt a dolgot is. Mi a teendőnk vajon egy rosszkor jött menstruáció esetén? Ez attól függ, hogy milyen mennyiségű maga a rosszkor jött menstruáció. Ha nagyon nagy mennyiségű, akkor érdemesebb nőgyógyászhoz fordulni, mert nagyon sokszor napokig, 10 napig, 15 napig, ha eltart, akkor esetleg vérszegénységhez vezethet. A kezelés nem bonyolult, tehát nem feltétlenül az úgynevezett gyógykaparás, mert ugye ettől szoktak félni az asszonyok. Nagyon sokszor ezt gyógyszeresen helyre lehet hozni. Egy ultrahang azért meg tudja mutatni, hogy mi az, ami okozhat ezt az egészet. További zavarokat okozhat mindez a változókorban lévő hölgyeknél. Az a helyzet, hogy valójában minél idősebbek vagyunk, annál gyakrabban előfordulhat az, hogy az időt, a 28 napot dirigáló központunk nem teljesen úgy működik, ahogy kellene. A COVID-dal kapcsolatosan a nőgyógyászati kongresszusokon most igencsak az az álláspont, hogy előzzük meg azt, hogy kimarad 2 menstruáció, 3, és egyszer csak borzasztó nagy mennyiségű vérzés jelentkezik, ugyanis ebben az időszakban a kórházak minden kapacitásukat a COVID ellátásra fordítják. Igaz, hogy sürgősségi műtéteket megcsinálnak, de ne legyünk már azok, akik pont ilyenkor kerülnek be ellátásra, amikor ez megelőzhető. Tehát az, hogy egyszer már volt egy ilyen eset, akkor valószínű, hogy következőleg is lesz, és a nőgyógyászaton be tudják állítani a gyógyszeres kezelését, nem feltétlenül fogamzásgátlóval ennek a problémának, tehát akkor 28 naponként mindig érdemes letisztítani gyógyszerrel a ményálkahártyát, és akkor nem lesz ez a nagyon kellemetlen szövődmény, ami a munkahelyet is és az egészségünket is veszélyezteti. Szintén még csak tanulmányozzák a szakemberek a vírusnak a fogamzásgátlásra gyakorolt rövid és hosszú távú hatását. Fogamzásgátló egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, mert hogy a konferenciákon is viták zajlottak ezzel kapcsolatosan. Ugye az ösztrogént azt mondjuk, hogy trombózis esetleg fokozhatja. Maga ez a trombózis fokozódás, ez elég kicsi. Ahhoz képest,
hogy magukat, az ereket milyen módon befolyásolja. Általában jó irányba szokta befolyásolni, különösen most éppen egy 2 vagy 3 hónapja jelent meg a magyar piacon olyan fogamzásgátló, ami az ereket kifejezetten jó irányban tudja befolyásolni. A trombózis rizikót talán nem éri el azt a szintet, amit az eddigi hagyományos fogamzásgátlók, ugyanis a májra nagyon kicsi hatással van. Ezt a hatóanyagot egyébként próbálták kifejezetten covidosokon is, és nem találtak egyáltalán több trombózist. Tehát az, hogy most ilyenkor abba hagyjuk a fogamzásgátlót, annak semmi értelme nincs, ugyanis akkor sokkal több rosszkor jött menstruáció, vagy nagy mennyiségű menstruáció lehetséges, ami rosszabb, mintha tablettát szednék. Egy dologra viszont figyelni kell, minden egyéb rizikóját a trombózisnak ki kell zárni, tehát ha csak lehet, akkor mozogni kell, és a folyadékbevitelre nagyon figyelni kell. A vírus mellett vajon hogyan tud az ember családtervezésben gondolkozni, mennyire kell aggódnunk? Nagyon furcsa, tehát nekem is nagyon furcsa, de sokan úgy vannak, hogy ha már úgyis össze kell bújni, akkor összebújunk, tehát most nem kell annyit hajtani a munkahelyen, hát akkor a családtervezésbe bele tudunk csapni. Nem olyan egyszerű az, hogy most a Covid-dal mi lesz. Legelőször azt mondták, hogy egyáltalán nem árt a magzatnak, ez igaz. Tehát magzati fejlődési rendellenességet azt nem okoz. Nem ez a probléma, hanem a lázas állapot viszont okozhat. Tehát a lázas állapot az egy olyan dolog, amit mindenképpen el kellene kerülni terhesnél is. Tehát az, hogy nem adok gyógyszert egy terhesnek, mert terhes, ezt el kell felejteni, el kell menni orvoshoz. Tehát egyszerűen nem lehet így hagyni, hogy köhögök, majd a tüdőm össze-vissza, majd szétszakad, de otthon maradok, ez nem lehetséges. Na most a másik dolog meg az oltás. Ugye először úgy volt, hogy a terheseket nem oltjuk. Utána 12 hét után oltjuk, és a másodikat még megkaphatja a terhesség alatt. Fontos dolog az, hogyha oltás után oltási reakció van. Tehát hidegrázásom van éjszaka, előfordul, nem olyan gyakran, de előfordult már láz is, az egy oltási reakció. Tehát ettől nem kell önmagában annyira megijedni. Sajnos a delta variánsnál úgy tűnik, hogy a terhesek rosszabbul viselik, mint a nem terhesek. Egyszerűen a megváltozott immunitás miatt. De azt is mondják, hogy ez egy kicsit inkább talán alkati dolog, hogy ki az, aki ebbe jobban bele mászik, másik pedig föl se veszi. Hát ez azért elég ritka. De más dolgokat tud produkálni, mint az eddigi COVID. Például kevésbé van szaglásvesztés, tüdőgyulladás van, nagyon durva tüdőgyulladást tud csinálni, de a hasmenés és a hányás az gyakoribb lett, ami megint nem jó terhességnek. Tehát a vízvesztés az nagyon-nagyon rossz tud lenni. Aki babát tervez, az mindenképpen vegye fel az oltást, javasolja a szakember. Ez maximálisan így van. Én tudom, hogy van, aki ellene van, és volt már olyan fiatal asszony, aki mondta, hogy adjak már igazolást, hogy ő terhességet akar, tehát nem veszi fel az oltást, pedig olyan szakmája van, amihez ez kellene. Hát mondom, ez orvosilag ez egy nagyon nagy műhiba lenne, tehát semmiképpen. Aki babát tervez, jobb, hogyha fölveszi, még akkor is, hogyha esetleg aznap éjszaka lesz egy hidegrázása. Ez előfordulhat. Azt szokták mondani, hogy mivel hogy egy oltásról van szó, várni kellene 2 hónapot. Ha hamarabb létrejön a terhesség, nem szoktunk megijedni, csak ugye ez egy beavatkozás, és nincsenek adatok. Tehát, hogy nincsenek adatok, nincs kipróbálva terhességet tervező nőkön konkrétan, akkor nem lehet azt odaírni, hogy nyugodtan. De nem ijedünk meg tőle, hogy hamarabb jön létre véletlenül maga a terhesség. Covid után pedig egy másik nagy téma, melyet már részben említettünk a változókor, ennek egyik következménye a csontritkulás. Igen, ez azért érdekes, mert az az irányzat, hogy egészségtudatosságot fokozzuk, anélkül, hogy az egészségszorongást fokoznánk. Tehát valahol arról van szó, hogy odafigyelünk arra, hogy ne legyen trombózisunk, de nem rettegünk állandóan. Például figyelem, hogy ne legyen
pitvarfibrillációm, tehát a szív pitvara az ritmusosan működjön. Ezzel ki tudom zárni azt, hogy a pitvarban trombus keletkezzen és az agy felé menjen. Ezt így meg tudom csinálni, hiszen a családban tudom, hogy több ilyen beteg volt. Tehát ez az egészség tudatosság, de nem szorongok. Sőt, jobban is érzem magam. Csontritkulás ugyanez. Nemrég egy nagyon érdekes műsorban vettem részt. Reumatológus, endokrinológus és gerincsebésztel beszélgettünk, és arról volt szó, hogy valójában, hogyha már a csontritkulás létre jön, akkor arra is figyelni kell, hogy fölemeljük-e a fazekat a tűzhelyről, mert attól is már törhet a csontunk. Tehát ez az, ahová nem szabad eljutni. A dolog másik fele meg az, hogy mi ugye itt szentesen vagyunk, és talán egy picit a megelőzés szerintem jobb állapotban van, mint esetleg Budapesten. Többet sportolunk talán. Én azt is hangsúlyoztam, hogy azért ilyenkor lassan jön a tél, mennénk síelni, hogyha a Covid le nem állítaná ezt a dolgot, de milyen sokan vannak, akik nem edzenek előtte, felkészületlenül 50 éves vagyok, 55 éves vagyok, és fekete pálya, mert a többiek is, és akkor ott vannak a törések. Nem vagyok még teljesen csontritkult, de már kevesebb a csontom. A mozgásom nem olyan koordinált, mint sportolókoromban, de elvárnám magamtól, hogy ne törjön össze a csontom. Tehát ezekre is nagyon figyelni kell, anélkül, hogy szoronganék. Tehát maga a tudatosság, hogy figyeljünk oda, hogy mennyit bír a testünk, amit lehet, azt tényleg előzzünk meg. És ehhez tudatosság is kell, meg én azt hiszem egy jó nagy akaraterő, meg az is, hogy most beszélünk róla. Tehát, hogy valóban, hát én nem tudok elmenni tornázni, mert mindig a fakanál van a kezemben, akkor sajnos így le kell tenni a fakanalat, és önérvényesítés kell alkalmazni a család többi tagjával szemben, hogy oké, heti kétszer nekem kell tornázni. Azért, hogy 10 év múlva is kapjatok levest, és ne menjen tönkre a gerincem. De vajon mindezt a menopauza előtt, vagy már közben éljük meg? Ez azért nagyon-nagyon jó kérdés, és nagyon érdekes, és a legfontosabb, mert azt mondjuk mostanában, hogy a 40 és 50 éves korban már tennünk kell. Akár a hormonpótlást említem, amit hol lehet említeni, hol nem, de mi beszélhetünk róla, így egymás közt. A lényeg az az, hogy akkor, amikor ezek a menstruációs zavarok keletkeznek, már akkor, ha rendezzük a hormonszinteket, az a legjobb időszak arra, hogy megelőzzük a csontritkulást is. Igazából most az a nemzetközi elképzelés, hogy minél hamarabb a utolsó menstruációhoz, minél közelebb kezdünk el például ösztrogént adni, annál kevésbé veszélyes, és annál hatékonyabb lesz. Na most mi van azoknál, akik a családi rizikó miatt, mert az nagyon magas, tehát ha anyukámnak volt csontritkulás, akkor azért nagyon oda kell rá figyelni. Tehát hogyha kialakuló félben van egy ilyen betegség, mert hogy ezt betegségnek mondhatjuk, akkor azért a reumatológiai gondozás az elkerülhetetlen. Úgyhogy, és ami nagyon fontos, az a mozgás. Tehát egyszerűen akárhogy nézem, az, hogy otthon maradok, nézem a tévét, sajnos nem fogok ellene tenni a csontritkulásnak. Speciális tornák kellenek, amire itt például Szentesen van lehetőség, vannak olyan edzők, személyi edzők, csoportos edzők, gyógytornászok, akik ezzel a súllyal kapcsolatos, meg saját súlyos edzéseket meg tudják tanítani. Először korrigálják azokat a rosszul végzett mozgásmintázatokat, amik ártanának. Tehát szerintem itt Szentesen mi nagyon-nagyon jó helyzetben vagyunk, érdemes lenne ki használni. Persze a kényelmi zónánkból ki kell lépni, de muszáj, hogy 70 évesen is nagyon klasszak legyünk. Árgyilus a király legkisebb harmadik fia, és Tündérszép Ilona a jóságos tündérlány találkozásáról, szerelméről, egymás iránti felelősségükről szól a mese, melyet a Békés Csaba Jókai Színház művészei vittek színpadra, Szentesen a Tóth József Színház és Vigadó gyermekbérletének első előadásaként. Szoknya ráborul, a új, a tolvajtól még.
kezdjük a lábunk, amíg vissza nem fordul. Nem lehet, ott jön a király! Nem is lehet, hogy a gyáva, ha éjszaka kiverjönni szétállja az ördöngős kertbe. Én az, de reszkőbe is ellenőrzi a csőst. Na, bújjunk vissza gyorsan! Hesvét, ne szállj rám, úgyis félek én, a legkisebb zizzenéstől megijedek én. Este pillantó, ne pillek felém, te voltál a bűvös torvaj, okol belém. Az Árgyilus Királyfi című mesejátékot hoztuk, amit a Békés Csaba Jókai Színház és az Aradi Kamara Színház közösen hozott létre, és 2-3 héttel ezelőtt mutattuk be Békés Csabán. Milyen volt a fogadtatása? Nagyon jó fogadtatása volt. Én azt gondolom, hogy a darab egy örökérvényű dolgot próbál megmutatni a gyerekeknek, ez pedig a szerelem, a tiszta, őszinte szerelem, és azt, hogy a világ hogy próbál ez ellen tenni, de a szerelem mégis természetesen legyőzi a gonoszt. Milyen érzést ezt játszani is, hiszen nem csak rendezed a darabot, hanem Árgyilus Királyfi édesapját is alakítod. Nagyon ritka pillanat, én nem szeretem, tehát vagy rendezek, vagy játszok. Ez egy különleges alkalom volt. Nem akarok mindent a pandémiára fogni, de közel játszott sajnos a darab választásában is, és a szereposztásban is ez. Egy furcsa helyzet, úgyhogy én nagyon későn tudtam elkészülni a szereppel, mert addig azzal foglalkoztam, hogy a kollégáim elkészüljenek. De szerintem sikerült, és egy nagyon kellemes, szórakoztató, egyórás kis mese. Milyen a gyerekekből álló közönség? Hogyan tudnak reagálni? Mennyire érzékenyek? Mit látsz, mit érzel a színpadról? Köszönjének hangzik, de tényleg úgy van, hogy a gyerekek színházi értelemben is a legőszintébb közönség. Tehát őket nagyon nehéz félrevezetni, ők minden egyes hamis dolgot azonnal kiszúrnak és reagálnak is rá. Ha egy előadás viszont jó, akkor viszont utaznak ezzel a történettel, és el tudja őket varázsolni ez az egyébként nagyon szép történet. Miért fontos, hogy a gyerekek színház látogatók legyenek? Mit tudnánk mondani a szülőknek, ugye, itt a kütyük világában? Mit tud ez pluszt adni, nyújtani? Sokan azt gondolják, hogy versenyre kell kelni a színháznak ezzel az elektronikus világunkkal. Szerintem nem kell versenyre kelni, ez két teljesen különböző dolog. Annak is megvan a maga létjoga keretek között természetesen, a színháznak pedig azt gondolom, hogy a kultúránknak szerves része. Tehát talán van is egy olyan felmérés, hogy azok a gyerekek, akik mesét hallgatnak, mesét néznek, akár szövegértésben, akár érzelemvilágban sokkal dúsabbak, mint azok, akiknek az életéből ez kimarad. Jön még a Békés Csabai Jókai Színház, és jönnek még gyermekdarabok. Téged, benneteket láthatunk-e még a következő darabokban? Az idei évad bemutatói közül a kollégáimat még láthatják, és ugye a felnőtt közönség meg már láthatott bennünket két darabbal is. Tehát azt gondolom, hogy a négy felnőtt darabbal és a 2-3 mesedarabbal igen erősen jelen vagyunk Szentes életében. Mit szóltok a színházhoz most? Vagytok itt először? Igen. Hogy tetszik? Szerintem nagyon szép. Nem voltam, és szerintem olyan, mint hogy egy palotta lenne. Hát valóban olyan díszes és szép. Mi lesz ma az előadás, a darab? Mi a címe, tudjátok-e? Még nem. Hát képzeljétek, az Árgyilus Királyfi lesz. Ismeritek, olvasták nektek szüleitek esetleg? Nem, már hallottam róla, de még nem olvastuk. Hát ismerős volt a címe. Szerintetek miért jó színházba járni? Miért jó egy-egy darabot megnézni? Szerintem azért, mert nagyon izgalmas és nagyon kreatívak. A kultúránkhoz tartozik, szerintetek? Szerintem igen. Jöttök még vissza máskor is? Mondani fogjátok otthon, hogy egy palotában voltatok? Igen, biztos. A végig jegyős. Inkább leszek a cserintje, mint a feleségem. Nem mondom, ha a fia kérne, álljön szükség. Itt nálatok a gyáva király országában mindenki gyáva. A fia nem. Akkor miért nem előrizte ki a kerget? Férti, gonosz praktika van ám a lopásban. Biztos az ördöget cimborálhatod. Akárki átcsőszögni minden éjszaka, 12 órakor elárosodott. Elmúlta az álomba egész a falut is. Az ördög fújt rá álma, fújt! Éjféltől hajnali valut? Igazgató úr, elkezdődik a gyermekbérletes előadás. Miért fontos, mi a célja, miért fontos segíteni, hívni a gyerekeket, hogy színházlátogatók legyenek ők is?
Hát két okból. Ugye az egyik, hogy a gyerekeknek is meg kell ismerkedni a színház világával, a színházi élménnyel. Az, hogy közvetlen kapcsolat van, nem csak az okostelefon és az internet, hanem az élő emberrel való találkozás, az élő színésszel. Ez mindenképpen egy fontos dolog. Az, hogy ráadásul, és ez a második kérdés, hogy ez megszeretteti-e velük, hogy a későbbiekben felnőttként is színházlátogatók legyenek, ez egy más kérdés, ez igazából a mi dolgunk, hogy olyan produkciókat mutassunk nekik, ami után úgy érzik, hogy enélkül nem tudnak élni. Most ezek nagy szavak persze, de mégiscsak, hogy kialakuljon bennük egy én ezt úgy szoktam mondani, hogy egy reflex, ez a felnőttekre is igaz amúgy, hogy a színház az tartozom hozzá az életünkhöz. Hogyan állítódik össze a Békés Csabai Jókai Színházban egy-egy gyermek évad? Hát ez nagyon nehéz, éppen tegnap találkoztam pedagógusokkal ez ügyben, és hát ugye nekünk a négy előadás van egy évadban, négyféle, és itt az óvodásoktól, majdhogy nem a középiskolásokig terjed az életkor, ez nagyon nehéz. Ez nagyon nehéz. A középiskolásokat már általában a felnőtt bérletbe szoktuk berakni, úgyhogy hiszen ők már azért elég érettek. De így is, például a 7.-8. a legnehezebb, mert ők már, ugye egy mese, az már nem nagyon érdekli őket, a felnőtt darabok még nem valók nekik, tehát ez nagyon nehéz belőni. Most ebbe az évadban Békés Csabán a János Vitéz és a pedagógusok kérésére a Made in Hungary lett a 7.-8. is betéve, hát meglátjuk, hogy sikerül. Ugye a 4-ből 2, ebből egyébként mind a kettő eljön Szentesre is. János Vitéz majd a tavaszi időszakban. Úgyhogy hát meglátjuk. Nehéz belőni az életkoroknak megfelelő előadásokat. Szó volt már a Made in Hungáriáról is. Nagyon sokan várják Szentesen, sokan kérdezik, mikor lehet már jegyet venni, kapni. Ugye most a Hotel Mimózát láthattuk, és egy újabb hónap jön, egy újabb Békés Csabai darab. Melyik lesz majd az, amit láthat a közönség? És mondjuk már valami kulisszatitkot a Made in Hungáriáról is. Hát a Made in Hungária próbái elkezdődtek, úgyhogy most már reméljük, hogy semmi sem ment meg minket a bemutatótól. Az november 12-én lesz, és novemberben hozzuk el a bérleteseknek is ide Szentesre az előadást. Most október végén a Sweet Charity lesz előbb, ami egy nagyon klassz és látványos Broadway musical, különleges zenével és egy érdekes történettel. Reméljük, hogy tetszeni fog a szentesi közönségnek. Békés Csabán nagy sikerrel ment, bízunk benne, hogy itt is. Kulisszatitok, hát még nem nagyon van, mert még próbálnak, de hát nagyon sok fiatal játszik benne, a színház fiatal színészei és az iskolások. Úgyhogy ez egy remélhetően egy sodró lendületű, fiatalos előadás lesz, és bízunk benne, hogy az érettebb vagy idősebb nézőket a nosztalgia fogja elvarázsolni, a fiatalokat meg a rock and roll, mert hiszen ők is szeretik, a mai fiatalok a régi rock and rollt. És még egy fontos információ, ugye bérletes előadásokról beszélünk, de nem csak azok tudnak jönni, akik vettek bérletet, tehát lehet jelentkezni, érdemes online is nézni, és a jegyirodában, mert van hely ettől független. Igen, mert mindig úgy csináljuk, hogy nem töltjük föl 100%-osan a bérletházakat, hogy tudjanak jegyet is venni, akinek nincs bérlete, de ha úgy alakul, hogy nagyon sokan szeretnék látni, és nem a 4 bérletes előadás az nem lesz elég, akkor csinálunk egy csak kiegyes előadást is. Tehát nem probléma, meg tudjuk oldani. Apám, kisfiam, mit keresel itt? Miért nem alszol otthon?
meleg cihában. Mi ez a fecske? Mit akarsz? Ma éjjel én akarom őrizni az aranyalmákat, apám. Te átkozott gazember! Te lebezélted a fiam fejét! Felvégelem! Hova húzás ülök, apám! Ezt az embert most látom először. Ezen napi aktuál rovatunk végére értünk, most reklámokkal folytatódik a Szentes Televízió műsora, majd sportmagazinunk indul, már ne menjenek túl messzire. A tavasz első napsugarai melengedték. Harmadcseppek és méhek szárnyai simogatták. Szentesi termelők gondozták, hogy természetesen zamatos ízével szolgálja egészséged. Szentes egyik legnagyobb épületgépészeti és kisgép szakáruházának, a Termoker Szentes Kft.-nek, Szentes Villogó utca 12 szám alatti üzletének főbb termékköreiből. Víz, gáz, fűtéstechnika, baxi, fég és hajdúsági gyártmányok, kondenzációs kazánok, totya és termomax, vegyes tüzelésű kazánok és radiátorok raktárról. Elektromos kerti, mezőgazdasági barkácsgépek, ipari felhasználású szerszámok. Új stíl szakkereskedésünkben Szentesen a Mátyás Király utca 33 szám alatt motoros fűrészek, kertápolási gépek, fűkaszák, permetezők, munkaruhák és munkavédelmi felszerelések. Minden egy helyen, amire a házban és a ház körül szükség van. www.termoker.hu. A vállalat, amely felelősséggel, lendülettel, minden nap a jövőért, értünk dolgozik. Mert a hagyomány kötelez. Lehetne akkor is szuper gyorsan, ha mindenki egyszerre használja? Hiszen ha nincs sorban állás érte, akkor vita sincs, nem? Lehetne mindenkinek ilyen jó hely az otthona? Még szép! Vezetékes Vodafone nettel ezt is elérhetitek. A megújult Vodafone Home csomagban 1 gigabit sebességű internet 115 TV csatornával már havi 8390 forintért a tiétek lehet. Together we can. Vodafone. Emlékezzünk együtt az 1956-os forradalom hőseire. Találkozzunk az Erzsébet téren, 15 óra 30-tól ünnepi beszédet mond Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Mindenkit szeretettel várunk. Tisztelet a hősöknek! Vakcinainfo. A koronavírus delta variánsa Európa minden országában terjed, ismét emelkedik a fertőzöttek száma. A vírus ellen az oltás jelenti a legerősebb védelmet. Kutatások igazolják, hogy Magyarországon a beoltottak kevesebb, mint 1%-a betegszik meg. Továbbá a betegség lefolyása is sokkal enyhébb az oltottak esetében. Mindenki számára van elegendő vakcina, és minden oltás hatékony és biztonságos. Ezért azt kérjük azoktól, akik még nem oltatták be magukat, hogy minél előbb kérjék az oltást. Az oltás működik. Magyarország működik. A Szentes Televízió sportmagazinja jelentkezik. Témáink ezen a héten egy-egy mondatban. A hétvégén a dr. Rébeli Szabó József városi sportuszodában pótolták a szenioroknak tavaly két sprint úszóversenyt. Döntetlent játszott a Dorozsma ellen a Szentesi Kinizsi Szite megye első osztályú labdarúgó csapata. Nem mosta el az eső a korábbra tervezett mezei futóversenyt, a Spartacus pályán bonyolították le a versenyt. A Szentesi Delfin ESC a pandémia járvány miatt tavaly elmaradt sprint úszóversenyét a hétvégén rendezte meg a dr. Rébeli Szabó József városi sportuszodában. 40 magyar és külföldi egyesület, közel 200 szenior úszó versenyzője vett részt a versenyen, melynek az a jellegzetessége, hogy a nevezőknek mind a négy úszószámban 50 méteren el kell indulni. A délelőtöt a férfi és női 1500 méteres gyorsúszással kezdték, ahol kiváló eredmények születtek, több magyar európai és világbajnoki csúcs
is született, melyekkel a versenyzők a következő világversenyekre készülve teljesítették a kvalifikációt. Méteres számok vannak, tehát a legrövidebb olyan számon, de igazából csúcsokat nyilván tartanak. És itt egy összetett sprint azt jelenti, hogy mind a négy számban el kell indulni a versenyzőknek. Ebben az esetben vannak versenyben. Van egy ilyen viszonyszám, ami a jelenleg érvényes világcsúcshoz képest egy ilyen százalékos mutató, amiben benne van az életkor is. És ez alapján számoljuk ki azt, hogy ki az, aki a legjobb teljesítményt érte el. Gyakorlatilag 25 évtől felfele vannak a korcsoportok 5 évenkénti váltásban. A legidősebb versenyző most a 85-87-es korosztályban van jelen pillanatban. Már éves korosztály? Igen, így van, de világviszonylatban azért vannak még 100 év fölött is versenyzők. Hány versenyző férfi és nő hány egyesületből, honnan jöttek? Nagyjáboli számot fogok tudni mondani, hiszen még ma reggel is változott az indulóknak a létszáma. Körülbelül 40 egyesület van most jelen, illetve 170 és 180 fő közé teszem a versenyzőknek a létszámát, az alapján, hogy volt új nevező és voltak lemondások is. A szentesiek hogy állnak? Kettőre emlékszem, hogy megnyerte a saját korosztályát, van több is ilyen tehetséges versenyzőtök? Nagyon sok tehetséges versenyzők van, azt kell, hogy mondjam. Nem biztos, hogy mindenki az 1500 méteres számokra edz, és azt szereti a legjobban, de nagyon sokan vannak, hiszen például a legutolsó nagy versenyen például harmadik helyezést értünk el, ahol ott volt az ország összes egyesülete. Én azt gondolom, hogy ez egy hatalmas eredmény. Sőt, most nem teszem be hirtelen, hol is voltunk, Egerben voltunk úszóversenyen, ahol a csapatunk a legjobb csapat teljesítményt produkálta. A 83 éves Melkun Dezső 200 méteres pillangúszásban a világ legjobbjai között van. Én szoktam a szentesi versenyekben igencsak több számba indulni, minimum háromba, de most úgy adódott, hogy az egyik unokám szalagavatója lesz délután, és arra el kell menni, ezért aztán nem vállaltam be csak a 1500 gyorsot, meg 50 gyorsot most még, és aztán én már tűnök el a úszodából. Milyen eredmény született? Hát olyan eredményt, hogy én bíztam magamban, hogy hú, én milyen jól úszok most, mert egész nyáron Szerbiában meg a magyar területeken is hosszú távon úsztam, és a hosszú távban úgy éreztem, hogy nagyon jó vagyok. Hú, majd itten csúcsokat fogok dönteni, és ezért aztán a 400, a 1500-ba 400 méterre is akartam csúcsot dönteni, akartam 800 méteren is csúcsot dönteni. Már ez ilyen elképzelt döntés, hogy mérjük meg hátha, és aztán a háthából az lett, majdnem nátha lett belőle, mert nagyon rossz időket úsztam, és éppen hogy 2 másodperccel sikerült megdöntenem Melkun Dezsőnek a 3 évvel ezelőtt, mikor följött a 80-as korosztályba a csúcsát. Úgyhogy ennek azért örülök, hogy sikerült megvernem a vén öreget, még vénebb fejjel. Hey, now why don't you come over? I promise that it won't be for nothing. I just been trying to get closer. But you're acting like you're hiding something. On rainy days you have a way of showing me this isn't fake. Sometimes it's more than I can take. So talk your heart out, baby. I promise I won't think you're crazy at the edge of... Ugye 1500 méteren túl vagy, sőt meg is nyerted. Hogy ízlett a verseny?
Nagyon nehéz volt. Az 1000 méter az egy halászszám szerintem, hogy hát mégis azért nagyon kell figyelni az erőbeosztásra, és mégsem 400 métert, 800 úszik az ember. Hogy én úgy éreztem, hogy nagyon-nagyon kiúztam magam, tehát nagyon elfáradtam. Nagyon erősen kezdtem, mint az úszótársai mondták, és ennek ugye az volt a következmény, hogy a második felében már tényleg nagy küzdelem volt, de a bajnoki cím megvan, illetve nagyon komolyat javítottam, tehát a tavalyi eredményemhez képest 40 másodperccel jobbat úsztam, tehát ez nekem egy nagyon jó eredmény. Egyéni csúcs is volt? Most egyéni csúcs, igen, az 1500 évente egyszer tudunk úszni bajnokságon, tehát minden évben van egy lehetőségünk a csúcson javítani. Hát persze egyéni csúcs, mert ezelőtt ugye egy egyéni csúcson volt az a tavalyi. Úgyhogy ezzel nem volt nehéz javítani, de az örülök, hogy azért 40 másodperc elég komoly előrelépés. Hány számban indulsz még? Még 3-4 egyéni számban és egy váltóban indulok, úgyhogy csak a mellett hagyom ki, úgyhogy 50-eken minden indulok, 200, hát és aztán a váltónkban, a mix vegyes váltóban ennyi a 100 pillangó levezetésként, az még szép lesz. Hogy bírod összeegyeztetni azért az igazgatói munkát a szabadidővel, meg nem tudom, a zenekarral, hogy merre, hogyan álltok? Hát a zenekarral dolgozunk, hála Istennek, úgyhogy ott már egyre kevesebb időm lesz úszni, de most pont az elmúlt időszakban nagyon-nagyon figyeltem arra, hogy szinte minden este le tudtam jönni, hétvégén egyértelműen le tudtam jönni úszni, hát nagyon komolyan készültem erre az 1500-ra, az eredményemmel látszik. Nem könnyű, tehát nekem tényleg, mondtam azt, hogy a szabadidő, nem túl sok szabadidőm van. Nekem reggel 8-kor kezdődik a nap, és általában 9-10-kor van vége. És mit szeretnél elérni? Vagy már elérted, amit szerettél volna? Igazából ilyen nagy céljaim nincsenek. Tehát most egyértelműen a távlati cél az, hogy jövőre Fukuokába a világbajnokságra kijussak. Ott már 400 gyorsonot már kvalifikáltam magam, tehát a 400 gyorsot már megúszhatom. Jövő év elején lesz majd a 800 gyorsos országos bajnokság. Ha ott a 800 gyorson is kvalifikálok, és elég jó esélyem van rá, akkor a két számban biztos elindulok Fukuokában. Nálad hogy kezdődött az úszás? 5 éves koromban kezdtem el úszni, itt Szentesen, a Szentesi Úszóklubban. Kisebb-nagyobb szünetekkel versenyeztem is, utána vízilabdáztam. Tehát lényegében a vízilabda közben sem hagytam abba, kicsit más világ volt. Nagyon sok mindent próbáltam ki, igazándiból mindig végigkísért az úszás, úgyhogy mondhatni, hogy 5 éves koromtól folyamatosan, kisebb-nagyobb szünetekkel, versenyszerűen, hobbiból. Nagyon sok versenyre eljártok, gondolom, te is mész a többiekkel? Így van, medencése, sőt idén nyílt vízi versenyekre is jártunk, nagyon sok helyet bejártuk az országot, de így van, tehát ahol csak tudok, a csapattal vagyok medencés versenyeken. Céljaid mik? Céljaim javulni, magamnak úszni, az idejemet megúszni vagy javítani, viszont nagyobb céljaim közé tartozik, hogy a jövőre a világbajnokságra Fukuokába, illetve augusztusban Riccione-ben lesz az Európa-bajnokság, és ezekre szeretnék kvalifikálni. Let's go! Annyi jó eredményt hoztál Szentesnek, kicsit mutatkozzál már be a szentesi nézőknek. De én nem Szentesen lakom, hanem Dunakeszivel lakunk a családdal, de gyerekkoromban meg még Dunaújvárosi Kohászban úsztam, és hát így az egyetemi évek után már ilyen fiatal segédorvos voltam, amikor hallottam hírét, hogy lehet úszni, 25 év fölött is létezik még ilyesmi, hogy úszás, és akkor itt az egyik szentesi lányjal ismerettségben voltam, és ő szervezett be ebbe a csapatba. Úgyhogy nem is tudom, talán olyan 2005 vagy 2006 óta én csinálom ezt a szenior úszást újra. Vannak-e kedvenc számaid? Talán úszás nem egy? Én pillangószó vagyok alapból, tehát azt szeretem legjobban, 200 pillangót. Tehát, hogy erre szoktam speciálisan készülni. De hát a pillangó így jó a hosszú távúszáshoz is, ami ma is volt egy 1500 gyors. Melyik eredményeidre vagy a legbüszkébb? Hát igazából sok eredmény van. Én mindenik versenyen, a legkisebb verseny is tudok örülni az időmnek, mert tudom, hogy a felkészülés melyik szakaszában nagyjából mit várok saját magamtól. De hát nyilván, amik bekerülnek a nagykönyvbe, azok az országos bajnokságok, meg a világbajnokságok ideig.
A Masters világbajnokságon 2017-ben sikerült nyernem 200 pillanatból. Szerintem én egész életemben fogok úszni. Még talán egyszer, már van 3 Európa csúcsom, talán egyszer sikerül majd annyi időt kispórolnom, vagy kipréselnem az időmből, hogy egy világcsúcsig valamikor eljussak 200 pillanatból. Hát gondolom közös edzéseitek nincsenek. Hogy tudtuk mégis összhangba kerülni? Hát egyrészt vannak különféle megbeszéléseink, találkozóink, ahol azért igyekszik mindenki ott lenni. Éppen tegnap este volt egy hatalmas nagy találkozás, olyan 35 fő körül összejöttünk a csapatunkból, mindenki gyakorlatilag, aki el tudott jönni. Egyrészt a verseny előkészítése volt a téma, másrészt volt egy kis házünnepség. A másik ilyen közös fórum a Facebook tulajdonképpen, ahol gyakorlatilag minden versenyzőnk közel jutnak az információk, hiszen nem csak szentesiek a mi tagjaink, hanem több városból is vannak tagok, Budapestről például, vagy Dunaújvárosból, Szegedről, igen, Csongrádról is akár, tehát ezeken keresztül tudjuk tartani a kapcsolatot, hát meg nyilvánvalóan versenyeken azért mi együtt vagyunk, ez jellemző miránk, hogy mi csapatunk egy helyre szokott ülni például, és ott sok mindent meg tudunk beszélni. Hadd mondjak itt köszönetet az összes csapattársamnak, hiszen itt ma mindenki dolgozik, és mindenki oda teszi szívét, lelkét, hogy ez a verseny nagyon jól sikerüljön. És az úszodának is nagyon szeretném megköszönni, hiszen bármilyen kéréssel fordultunk hozzájuk, mindent igyekeztek teljesíteni. Köszönjük! Megyei első osztályú bajnoki labdarúgó mérkőzésen fogadta a Szentesi Kinizsi Szite felnőtt férfi együttese a tabellán hozzá közel álló Dorozsma együttesét. Bány Tamás, a hazaiak vezetőedzője elmondta, hogy a Dorozsma kellemetlen, kemény, erőszakos focit játszik, melyre megpróbáltak felkészülni, bár többen sérültek voltak, vagy éppen eltiltottak, és ami a csapat játékát leginkább meghatározta, hogy Kon Zsolt nem tudott pályára lépni. Bár helyzetek voltak, de gólt egyik csapatnak sem sikerült szerezni. A Kinizsi előtt nagy feladat áll, hiszen a következő mérkőzésre Makóra kell utazni, mely Bány Tamásnak különösen izgalmas feladat lesz, hiszen Makóról jött a Kinizsihez. 0-0 a mérkőzés eredménye, nem tudom, mit lehet ilyenkor mondani, hiszen egy olyan mérkőzés volt, ahol gólhelyzetek ugyan nem nagyon voltak, de az utolsó két percben ott volt a fejes, ami a 3 pontot eldönthette volna. Jól látom? Igen, sajnos jól látod, mert úgy gondolom, hogy itt a végén is azért volt egy kis ilyen tűzijáték, vagy be tudtuk szorítani az ellenfelet a kapujuk elé, de az első fél időben van egy kicsit hiányérzetem, hogy több olyan lehetőségünk volt, amiből kihozhattunk volna egy kicsit többet, csak elkapottuk a végjátékot. Gondolok itt a Bartucz Petinek volt két lövése, a Molnár Zsoltinak a lövése nem talált kaput, de összességében azt kell, hogy mondjam, hogy ez a meccs ez nagyon x-es volt, és ami lett igazából is. Tulajdonképpen a két 16-os között folyt a játék a középpályán. Hogyan láttad, vagy hogyan készültetek a Dorozsmával, hiszen az elmúlt időszakban a Dorozsma mindig nagyon kellemetlen volt itt nálunk. Ahogy most is. Igen, lecsekkoltam őket, vagyis hát a Tiszasziget edző Bernát Petivel beszéltem, mondta, hogy egy iszonyú kellemetlen játék stílusba játszanak a dorozsmaiak, ugye agresszívak, kicsit talán a keleténi is jobban, és ezáltal erre számítottam, hogy évegetni fogják fel a labdákat, ezért is vittem vissza a Prozik Ádámot meg a Mészárost a védelem közepére. Lehet, hogyha az Ádi fenn lett volna így a támadók mögött, akkor lehet, hogy kicsit jobb lett volna a támadójátékunk. Hát nyilván a Zsolt is itthon van megint másabb a csapat szerkezete. Majdnem minden meccsen, legalábbis az itthoni meccseken másképp álltok föl. Keresed a posztokat? Nem keresem, most kényszer volt, mert ugye egy az, hogy említetted a Zsolti, nincs ő, a Moha se, a Bertók Gabi is beteg, a Köteles is beteg, szóval sok beteg játékosunk van és sérültünk. Hát most így bírtuk, így gondoltam, hogy ez a megfelelő a védelemben, de úgy gondolom, hogy helyt is álltunk, sajnos a helyzetek hiányoztak.
Viszont én szerintem egy nagyon jó kapus teljesítményt láthattunk, nem tudom ezt, hogy értékeled. Végre már, igen. Én is várom mindig. A múlt heti meccsen is, a Grosic ellen is a Levi jó védett. Most is úgy gondolom, hogy jó védett. Most hiányzott a gól, mondtam. Mindig azt szoktam neki mondani, hogy ha ő lehozza nullára a meccset, akkor egyet mindig tudunk rúgni. Sajnos már nem tudtunk. Ugye nagyon két vagy három kifutása volt neki, ami az ember már szorította lelátón, hogy jaj, ha most nem jön oda, mi van akkor. Ezt gyakoroljátok, vagy ez most ilyen ösztönösen jött ki nála? Igen, gyakoroljuk, mert ugye mondtam is, hogy a Dorozsmának a két támadója egy igen erős és agresszív játékos, és próbáltam minél távolabb tartani őket a kapunktól, ezáltal mondtam, hogy egy kicsit lépjünk följebb, és a Levinek meg kijebb kellett állni a kapuba. Ezt gyakoroltunk, és ezt mindig is mondva van neki, hogy ha védelem jön föl, akkor jöjjön ő is ki a kapuba. Nem tudom, hogy mennyire bírod elfogadni a kritikát. Nekem az a kritikai megjegyzésem, hogy a szabadrugások, pontrugások, már nem látom a variációkat. Nincsen? Vagy elfelejtik a gyerekek? Pedig van variációnk, csak nem tudom, amikor oda kerülünk, sajnos mindig elfogy a tudomány. Vagy nem tudom, hogy türelmetlen, ezt is mondtam, hogy a mai meccsen türelmetlen volt. Nem játszottuk végig, meg igen, ahogy említetted, a pontrugások. Mindig két ember van ide jelölve, de ha térdmagasságban megy valami, de nem tudunk vele mit csinálni, sajnos. A csatásorba próbáltál frissíteni, ugye hát a Bertókék mindenféleképpen hiányodnak, mi van velük? Mint említettem, a Gabi jelezte, hogy beteg volt az egész család sajnos, őre nem tudtam számolni. A Péter Józsit próbáltam a szélén, ugye a Dovics Marci, a Boldizsár el van tiltva, a Frank Boldizsár, úgyhogy azért nem tudtuk őt játszatni, pedig kellett volna, hiányzott volna. Nagyon hiányzott volna, és térjünk vissza a múlt heti meccsre. De sok embernél váratlan volt, hogy kikaptunk, de sok ember meg azt mondta, hogy nagyon jól játszott a csapat, és büszkék lehetünk arra, hogy csak 1-0 lett az eredmény. Mi volt a szakmai véleményed? Ugye most első kézből hallhatom. A szakmai véleményem az volt, hogy tényleg ott egy nagyon brusztolós meccset játszottunk. Nagyon sokat kellett dolgozni a srácoknak. Ugye, hát az tudott dolog, hogy az akadémia azért nálunk sokkal többet edz. Ezáltal a labdatartásuk is elég sok volt. Járatták a villanyfény? Igen, hát az nem hinném, hogy gond volt. Járatták a labdát, labdabirtoklásban jobbak voltak, ezáltal nekünk sokat kellett dolgozni a középpályán, és a védelemben is sokat kellett együtt mozogni a csapatnak, és még így is úgy mondom, hogy, vagy azt gondolom, hogy egy oldalról elvégzett szabadrugás, egy legurítás, nem figyeltünk oda, és ez lett a vesztünk sajnos, de az is egy X-es meccs volt, ahogy a mai is. Ilyenkor az ember mit tud tenni? Ugye két pontot buktunk, vagy egy pontot nyertünk? Hát a mai nap szerintem két pontot buktunk, mert azért úgy gondolom, hogy itthon jó lenne nyeregetni, bárki ellen játszunk. Idegenben meg egy pontot nyerhettünk volna, mert ugye hangsúlyozom, hogy azért a Grosics szerintem bajnok aspiráns. Nyilvánvaló, hogy a körülmények is másak ezzel, sőt az anyagiak is gondolom, hogy másak ezzel, nem nagyon lehet vitatkozni, és akkor lépjünk a következő hétre, ki következik? Hát a jövő héten Makóra látogatunk, vagyis a Makóval játszunk, ugye köztudott, hogy én odavalósi vagyok, úgyhogy ez azért dupla élvezet lesz, remélem. Igen, ilyenkor az ember mindig bajban van, ugye, hogy most tudsz-e a gólnak igazából örülni, ha mi rúgjuk, vagy pedig a szíved ilyenkor, meg az eszed az két helyen van? Nem, abszolút a csapat mellett. Utána úgy gondolom, hogy akivel jóba vagyok, vagy barátságban vagyok, utána ugyanúgy kezet tudok fogni, vagy egymás szemébe tudni. Hát ez most így van, így alakult. Én vagyok a Szentes edzője, és nyerni megyünk Makóra. Meg egyébként is én úgy gondolom, hogy ez egy játék, és mindenféleképpen ezt kell szem előtt tartani. Készültek-e valamivel, hiszen azért a Makó ugye a magasabb osztályban is nagyon jó szerepel? Hát talán annyi könnyítésünk lehet, hogy egy napon fogunk játszani az NB3-as csapattal. Ezáltal szerintem nem a minőségibb játékosokat fogják visszaadni, ugye, mert egész kerettel fognak ők is meccselni. Nem tudom. Nyerni megyünk, nyerni szeretnénk. Úgy gondolom, hogy nyerni is fogunk. A Pusztai László sporttelepen rendezték meg a városi mezei futóversenyt a város és a körzethez tartozó általános iskolák tanulói részvételével. 6 korcsoportban fiúk és lányok versenyeztek a sporttelepen szalagokkal határolt, kialakított pályán. A legkisebbek közel 600 méteres kört tettek meg, míg az idősebbek már 2, illetve 3 kört teljesítettek. A távokat csak a rendszeresen edzésre járó tanulók tudták jó időeredménnyel lefutni. A legjobb csapatok a megyei döntőn képviselik városunkat.
Látom, hogy ez a mezői futóverseny gyerekek körében nagy népszerűségnek örvend, jól gondolom? Igen, hát akik másfél éve nem versenyeztek, és szeretik a hosszú távfutást, azok most mérik meg magukat, most látják, hogy a többiekhez képest valóban fejlődtek, magukhoz képest nyilvánvaló, de hát az az igazi, mikor ezt a versenyen is észlelhetik, és hát a többieknek is megmutathatják. Ugye te a szakember szemével is nézed, hiszen edző, testnevelő, tanár is vagy, ilyenkor azért lehet válogatni a srácok közül, akikkel esetleg lehet utána foglalkozni? Lehetne biztos, én nem vagyok olyan, hogy csalogassam, csábítsam focistából, kézisből, birkózóból, vagy bármilyen úszó vízilabdásból. Hogyha jönnek, ha úgy gondolják, hogy a saját sportágukban nincs továbblépési lehetőség, kipróbálnak egy összetett sportágat, természetesen nyitott kapukat találnak a Four Diamonds felé, de annak örülök legjobban, hogyha néhány éves munkámnak az az eredménye, hogy akár több iskolából is, de az első 3-4 gyerek közül 1-2 az én tanítványom. És akkor nem érdekel, hogy kosztástanár vagyok, akkor az érdekel, hogy az egyesületben edzem azt a srácot vagy kislányt. Itt is volt az egyik srác, aki megnyerte a saját korosztályát, és büszkén mondta, hogy ő triatlonos. Igen, hát Bence az egy nagyon tudatos, nagyon okos versenyzőm, akár atlétikára, akár akvatlonra, vagy triatlonra viszem, ott mindig látszik rajta, hogy betartja az utasításokat, a edzéseken is komolyan veszi, tehát ő egy igazi sportember, már látszik. És akar nyerni, az is látszik rajta. Szeret és akar nyerni, igen. Vannak idősebbek, most a következő futamban is a dobogó 3 fokáról 2-t az én tanítványom fog föllépni, úgyhogy ennek aztán külön örülök. Gratulálok, hatalmas fölényen nyertél te is. Sportolsz valamit? Igen, triatlonozok. Triatlonozok? Ki az edző? Zoli bácsi, Vidovic Zoli bácsi. És miért pont ezt a sportágat választottad? Szeretsz úszni, futni, megbiszajozni? Igen. Melyik megy a legjobban? Hát szerintem az úszás. Úszás, és melyik a kedvenced? A biciklizés. Ott nem kell annyit szaladni? Igen. Hogy készültél erre a versenyre? Sehogy se, csak nekiálltál és futottál? Hát edzésem voltam. Nagyon fárasztó volt? Igen. Hány kört kellett nektek futni? 2. Körülbelül hány méter volt, tudod-e? Hát 1850. És máskor is fogsz még majd futni ilyen mezei futóversenyen? Igen. Valószínű, hogy tovább jutsz valami megyeire? Hát igen. Hát ez a városi mezei futó bajnokság, ugye az évek óta megvan, ez egy körzeti verseny, innen lehet tovább jutni a megyei döntőre. Gyakorlatilag a város és a környező települések iskolája, tehát itt Fábián és Szegvár tartozik a mi körzetünkhöz, tehát gyakorlatilag az összes általános iskola és az összes középiskola. Hát ugye 6 korcsoport van, bár ugye a megyeire csak a második korcsoporttól lehet tovább jutni, tehát az első korcsoportnak nem, de mi megrendezzük a legkisebbeknek is ezt a versenyt. És ők is érmet kaptak nyilván? Nyilván, csak ők nem tudnak tovább jutni a megyeire. Egy kicsit érdekes a pálya nekem legalábbis, mekkora távolságok, hiszen 3 különböző pályát mértél ki reggel, ha jól tudom. Hát igazából egy nagy kör van, csak a rajtot változtattuk, a rajt pozíciókat, tehát egy kör ez 870 méter, és nyilván ehhez képest próbáltunk meg igazodni a megyei távokhoz, illetve az országos döntőkhöz. Kicsivel egy néhány száz méterekkel mindig rövidebbek, mint a megyei és az országos döntő távok, de hát itt gyakorlatilag a legkisebbek 550 métert futottak, a legnagyobbak pedig 3600-at fognak. Most jönnek ugye a fiúk meg a lányok, azért látszik, hogy ki az aktív sportoló közöttük, nem? Hát itt már egyre jobban el fog válni ugye a nagyobbaknál, majd meglátjuk, hogy ki mennyire fog győzni, vagy mennyire fog elő lenni, mert az fogja igazából megmutatni, hogy tényleg mennyire sportolnak. Ugye elkészült most már a sarakos pálya, ott is fogtak rendezvényt tartani, versenyeket, futóversenyeket, vagy marad ez a mezei? Hát ugye a mezei futás az egy külön kategória az atlétikában, ugye a pályaversenyek azok majd tavasszal kezdődnek, illetve hát volt még csapatbajnokság is a középiskolások meg az általános iskola 3.-4. korcsoportja részére, de az ott nem rendezünk soha városi rendezvényt, ott egyből csak megyei van, tehát nyilván majd tavasszal lesz a következő pályaverseny.
Milyen az a futóverseny? Te sportolsz egyébként? Igen, sportolok. Micsodát? Atlétikát. Hát akkor nem volt véletlen, hogy ilyen nagy fölénnyel nyerted? Hát, de... Sokat szoktál edzeni? Igen, hetente 2-3 edzek. És hol szoktatok edzeni? A Kosztában, a Kinizsi pályán, meg a Ligetbe. És ki az edződ? Bólyas Anyi. És mit szeretnél sportolni, ha felnőtt leszel, az atlétikát továbbra is? Igen, az atlétikát szeretem. Vagy esetleg az ugrásokat, távol, magas? Távolugrást nagyon szeretem. És rövid távon vagy hosszú távon van egy erős? Rövid meg hosszú, mind a kettő. Nekem nagyon tetszett, hát szétfutottam, nagyon magamat, nagyon fáradt vagyok, de megértem, mert a iskolának hoztam a dicsőséget, meg egyéniben első is lettem. Tehát mindenféleképpen gratulálok, sportolsz valamit? Igen, fitkidezek egy ilyen táncos, sportos torna. És szoktál futni is közben azért? Igen, vannak benne akrobatika elemek, nehéz elemek, könnyű elemek, és igen, szoktam, van amelyikben kell futni egy kicsit. Hát és mikor alapoztok? Nem szoktatok kijönni futkározni? De szoktunk erőléti edzésen, amikor erősítünk. Na ugye is. Ki az edződ? Judit, meg Dori. És atlétikában is szoktatok edzeni, vagy csak órákon? Csak órákon. És van-e valami kedvenc sportod a fitkiden kívül? Hát nagyon szeretnék úszni, vagy vívni. Hát itt a lehetőség előtted. Hát igen. Anyáik mit szólnak hozzá, tudják már? Igen, tudják, nem nagyon akarják. Na minden esetre sok sikert hozzá. Köszönöm szépen. Második helyen a Kisbálint Általános Iskola csapata végzett, Tagok Pozák Borka, G. Anna, Hatos Szekandán Sára, Őze Zsejke, Varga Anna. Kedves nézőink, most értünk sportmagazinunk végére. Egy hét múlva kedden várom legközelebb hasonló témájú kisfilmekkel önöket. Remélem, hogy holnap is velünk tartanak, hiszen akkor szerda lévén már kulturális magazinunk a Paletta nyílik ki. Ismétléseinket minden páratlan órában indítjuk, és ott vagyunk a Facebookon, és keressenek bennünket bátran, hiszen nyereményjátékunk is indul. Mindenkinek nagyon szép napot, szép estét kívánok, a viszontlátásra!